Üdvözöllek! Ezen a héten a Sputnik című filmet ajánlom a figyelmetekbe, amiről lehet sokan nem is hallottatok. Ez a kiváló orosz filmalkotás 2020-ban jelent meg. 1983-ban járunk, a hidegháború utolsó feszült éveiben. Egy kéttagú föld körüli űrmisszióval valami rejtélyes és ijesztő történik, miközben visszatérnének a földre. A landolás előtt egy nappal a földi irányítás el is veszíti a rádiókapcsolatot a legénységgel. A kazasztáni földetérés után megtalálják a roncsokat, de csak a parancsnok éri túl az eseményt. Az astronautával együtt valami nagyon ijesztő is visszatért a földre. A lényt ugyan minden erejükkel próbálják karanténban tartani, az idegen mégis elszabadul. A leírásból direkt kihagytam pár részt, és a trélert is megvágtam, mert szerintem teljesen feleslegesen spoilereznek el benne egy fontos részt. Csökkenti az élményt, ha valaki ezeket tudva nézi meg először. Szóval, ha valaki élvezni akarja, akkor ne olvasson ennél többet utána, hanem szimplán nézze meg. Lehet, hogy a történet így egy kicsit elcsépeltnek és laposnak tűnik ennyi alapján, de közel sem az. Szerintem az elmúlt pár év legjobb bufós filmje. Egy orosz kisfilmből csinálta meg egész estésre egy kezdőfilmrendező ettől függetlenül vagy pont emiatt van egy egyedi hangulata, a CGI is teljesen rendben van. Kifejezetten üdítő olyan filmet nézni, ahol nem a megszokott színészek köszönnek vissza, emiatt az ember valahogy valósabbnak érzi, jobban bele tud merülni. A Sputnik minden egyes jelenetén látni, hogy alaposan végig lett gondolva, rendesen ki van dolgozva. Nyilván nem hibátlan, de egy kezdő rendezőtől mindenképpen nagy teljesítmény, Kifejezetten jók a feszültségkeltő jelenetek. Itt egy kisebb részlet. Kísérni a lezárás. Ужинали давно? Я не голодна. Последний прием пищи когда? Не помню. Часа четыре назад. A filmhez nem készült magyar szinkron, de felirat van. Ahogy már említettem, csak a történet leírás alapján ne gondolja senki, hogy egy szokásos UFO film a megszokott kisékkel, érdemes adni neki egy esélyt. Remélem sikerült kedvet csinálni hozzá. Találkozunk a legközelebbi alkalommal. Sziasztok!